Ennyi! Próbáld csak meg! Fogd meg egy üveget! Bum! Az egy uborka, Patrik. Látom. Uborkarék! Üveget mondtam. Nem. 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 Az egy szar. Patrik. Látom. Happy hour. Apu azért iszik. Happy hour. Apu azért iszik. Happy hour. Apu azért iszik. Üdvözlövöldözlek, dokikám! De te nem kapsz meghívót. Helyette majd a várbörtönben ünnepelsz, te kis hajtógép töltelék. Csak írásról volt szó, de olvasni is mindent nem tudhatok. Jaj, te agyabeteg! Sajnos túljárt az eszünkön. Nem volt nehéz, hiszen nincsen eszetek. És szolgálati hanyagság, valamint kötelesség mulasztás miatt mindaddig száműzünk udvarunkból, ami jóvá nem teszed bűnödet. Önnek is tudnia kell, mit gondol Albert a rezsicsökkentésről. Nem ártana, ha ezentúl kevesebb energiát fogyasztanánk. Albert is csak egy tipikus, liberális, baloldali politikus. Gyerekeknek. Stop, Albert! Főtámogatónk a... Csaj nem aktív szerintem abszolút a bétában. Gyere, Jani! Hajózni vágyom. De várjál, lehet, hogy a haj... Figyelj, jé, hozzuk már ide a hajót. Viszem. Felhúzod azt a szart? Már húzom. Húzza, csak egy picit még csúszunk előre, nem? Ja. Na itt vagyok, srácok. Most már én is. Figyelj, mert egyből lehet, hogy le kell baszni majd. Várjál, segítek. Mész egész nap találkozol emberekkel, beszélgetsz velük, viszont egyébként az a kérdés, hogy neked folyamatosan szervezned kell be magad a embereket, azért, hogy neked legyen pénzed. Te nem árulsz semmit, te baszol át embereket, és abból van pénzed, hogy embereket izéket, embereket győzöl meg, hogy jöjjenek be a kibaszkodjét, a kende, idézőjelesen, és hogy dolgozzanak neked. Tehát nincs effektív munka, amivel semmit átadni. Pontos, mint mindig. Üdvözlöm, elnök úr. Ide Grabowski. És egy elbűvölő ráadás. Bravo, Tejfel, bravo. Kötözött egér. Szeretem. A páviánoknak a párzászi szokásai kibaszott undorítóak szerintem. De alapjáraton nincsen semmi problémám vele, viszont amikor a pára másztak, kilóg a heréjük, ami k***ára zavarja a szememet, de amúgy ezzel sincsen semmi probléma. Igazából a probléma azzal van, hogy képmutatóvá válnak azáltal, hogy paskolják, meg szörtelítik egymást, meg boláltalanítják, meg miközben azt nézzük, gondolják, hogy értelmesebbek a többi állatnál. Ez undorító. Nézzük, ahogy a majom fenekével odamutatja magát a másik felé, aztán pedig megdobja a saját ürülékével. Ezzel ő azt mutatja a másik felé, hogy nem táplálék tiszteletet. A tisztelet pedig nem feltétlen probléma nekem, nem az én, ez az én problémám. Nézze, hogy alszik ez a majom, miközben a pénzre gondol. Nézze!